Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Green Cut és Do It Yourself, és ma ismét egy nagyon érdekes projekttel készültünk nektek, mégpedig a VPC Centrumtól kaptunk némi VPC hulladékot, amiből mi most egy madáretetőt fogunk készíteni, ugyanis szerveznek egy versenyt, vagy egy ilyen kis vetélkedőt, vagy valami hasonlót, amiben madáretetőket készíthettek majd el ti is. Hát kettő célja van ennek a kihívásnak, az egyik, hogy hulladékmentessé tegyük a világot, és ezek a nagyon értékes darabok, és ezek a jó kis anyagok ne kidobálva legyenek, hanem készüljenek bele madáretetők, ennek okán viszont a madarak is fognak tudni télen enni belőle, úgyhogy a feladat az, hogy ebből a fához hasonlító anyagból készítsünk madáretetőt, és aki ezt a csomagot megigényli, mindenkinek ez lesz a feladata, már csak annyi a dolga, hogy a versenybe beszálljon. Így van, a videó alatti linkben megtaláljátok, vagy a videó alatt megtaláljátok a linket, ahol meg tudjátok igényelni ezt a kis csomagot. Ugye mindenki az első 30 jelentkező ingyenesen megkapja ezt a kis csomagot, amiben ilyen VPC hulladékok vannak, ugye ez nem előre meghatározott darabok, tehát ami éppen egy csomagba kerül, az biztos, hogy egy madáretetőt össze kell belőle rakni. Némi kreativitásra lehet, hogy szükség lesz, de én azt gondolom, hogy megoldható, nagyon jó anyag, nagyon könnyen lehet vele dolgozni. Az idő az nem nagyon fog neki használni odakint, vagy hogy mondjam, tehát nem fog neki ártani odakint, mert hogy elég strapabíró anyagról beszélünk, és nagyon könnyen tudunk vele dolgozni. Igen, mi is hasonlóképpen fogunk vele bánni, mint a fával, csavarral és popszegeccsel fogjuk az összefogatását végezni, és innentől kezdve egy nagyon praktikus, önletetős kis madáretetőt tervezünk, hiszen van nekünk például egy oszlopunk is ebben a készletben, ez lesz a magtár konkrétan, amelyből a magok ki fognak hullani, amikor fogy a lulla. Így van, úgyhogy szerintem álljunk is neki, nézzük meg, hogy mit tudunk belőle összehozni, mi megépítjük a sajátunkat, és akkor utána egy kicsit beszélünk még arról, hogy hogyan is tudtok csatlakozni ehhez a játékhoz.
Nos, hát kész vagyunk a kis madáretetőnkkel, elég ilyen Bauhaus stílusú lett, vagy nem tudom, hogy is mondjam. Kimondott a modern vonalvezetéssel bír. Hát én szerintem nem sok fajta anyagot használtunk hozzá, nem. Tehát néhány típusú alkatrészből összeállítható, de persze függ az attól, hogy ki mit kap, és mivel tudja kiegészíteni ahhoz, hogy egy jó pofa madáretető legyen. Illetve, hogy milyen ötletekkel áll neki. Szerintem egyébként abszolút szép lett, ugye egy ilyen fölhajthatós tető, önetetős, tehát ide szépen beledobjuk, és akkor ön magától adagolja majd itt a magokat. Ezt közben szerintem láthatjátok közeli képeken a valóságban is, hogy néz ki. Itt alul nem esnek ugye ki a magok, mert van egy kis pereme ennek az egésznek, és szerintem zseniálisan ugye egy ilyen falra akaszthatós változatban, ez szerintem tökéletes. Igen, ideális kis madáretető lett, eső ellen védve, hát valami hasonlót nos, kell előállítani. És akkor még egyszer arról, hogy akkor hogyan tudtok ilyet csinálni. Tehát nagyon fontos, hogy november 28-ától december 13-ig lehet igényelni ezeket a csomagokat a VPC centrumnál, ez ki is küldik postán, vagy éppen át lehet venni náluk személyesen egy-egy ilyen csomagot, az első 30 jelentkezőnek ez ingyenesen átvehető, és akkor kettő darab képet kell róla elméletileg készíteni, egyet a készítéskor, egyet pedig már a valós helyén föltéve. Nagyon fontos, hogy madáretetőt kell belőle csinálni, és majd később az ő Facebook oldalukon egy ilyen like verseny keretében eredményt fognak hirdetni. Igen, szerintem mi is benevezünk. Abszolút igen, miénk talán az első darab. Az első prototípussal, és akkor lehet überelni ezt a etetőt. Így van. Úgyhogy mindenkinek sok sikert, legyetek ügyesek, csináljátok meg, csináljátok minél szebbeket, mi is meg fogjuk nézni, hogy miket készítettetek. És hát akkor ennyi volt mára, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!